Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk egy újabb heti bemutatóhoz, amelyben, ahogy itt látjátok mellettem, egy igazán friss darabbal készültem nektek, hiszen ez a Forma 1-es autó ebben a pillanatban még nem elérhető, viszont a Lego volt olyan jó fej, és még hamarabb elküldte nekem, ezáltal ti is már meg tudjátok nézni egy kicsit közelebbről is, még bőven a megjelenés előtt. Na szóval, hát a dobozunkon találkozunk a szokásos 18 pluszos dizájnunkkal, ami ugye abban merül ki, hogy alul találkozunk egy csíkkal, Technic felirat 18 pluszos, 42141-es és 1432 darabos a készlet, és hát fölötte pedig látható, hogy miről is van szó, egy ilyen fekete alapon megkapjuk ezt a McLaren Formula 1 Team 2022 feliratot, alatta pedig magával az autóval találkozunk, van egy Lego is, egy McLaren Formula 1 Team feliratunk is. Miután megfordítom a dobozt, azon, hát igazából a játékfunkciók nem igazán láthatóak, viszont azért vannak ebben a készletben játékfunkciók. Sajnos a doboz egyáltalán nem mutatja be, de gondolom majd későbbiekben az összerakási indítató ki fogja emelni, hogy milyen dolgokat tudunk benne mozgatni. Egyből itt látható is, hogy érdekes módon ki van vágva itt a kocsink oldala, ez még nagyon fontos lesz majd az építés során. Egyébként 65 cm hosszú lesz és 13 cm magas, és itt láthatóak a kisképeken, hogy mihez is hasonlították ezt az autót. Na most ebben a pillanatban, amikor felveszem ezt az adást, én még nem tudom, hogy hogyan fog kinézni a 2022-es McLaren, sőt ugye a Lego sem tudta pontosan, amikor ezt a készletet kiadta, de azért itt látszik egy ilyen összehasonlító kép egymás mellett, hogy hát mi alapján készítették el. A gumik méretei természetesen már az új szabványoknak megfelelően hozták ide, és igazából nagyjából a kocsinak a vonalai is már a 2022-es vonalat képviselik. Bontsuk is ki. Oké, szóval összesen 11 darab számozott és számozatlan zacskóval találkozunk, itt van a 4 gumiabroncsunk, ami előre nincsen becsomagolva, és igen, ezekkel a gumikkal már találkoztunk például a Tumblr készleten, vagy 1989-es Batmobile-nál is pontosan ugyanezeket alkalmazta a Lego, és hát itt már itt az elején látható, hogy egy hatalmas nagy kiagyott zicser, hogy a Lego nem készített egyedi slick gumikat ehhez a készlethez, de mivel a valóságban is a Forma 1-es autókon szoktak esőgumik lenni, ezáltal szerintem ez még simán az elmegy kategória, és hát Technic készletről lévén szó, 3 darab hatalmas nagy matricaival találkozunk, és azért látható, hogy a felni mérete mekkora lesz itt, ezen a matricán egész jól látszik, hogy azért igazán nagy felnikről lesz szó, de tudjátok, ez egy versenyautó, ezeknél általában el szoktam nézni, hogy matricákkal van tele, hiszen az valódi versenyautó is tele van matricázva, és hát itt van egy viszonylag nagy összerakási útmutatónk is, ami összesen 318 oldalas, és hát természetesen az elején egyből találkozunk egy kis háttérinformációval, először is megnézhetjük, hogy hogyan is néz ki a két autó egymás mellett, azért ezekkel a formákkal egészen jól néz ki ez a McLaren autó, itt bemutatja azt, hogy végül is milyen mozgatható alkatrészek vannak benne, egy kis információ magáról a McLaren csapatról a következő oldalakon, és hát végül találkozunk a készletnek a dizájnerével, aki Lars Krogh Jensen volt, és hát ezért mellette is látható, hogy mekkora nagy gépről lesz szó, miután összeépítettük, és hát igazából utána már kezdődik is az építés, és hát nekem sincsen most már más hátra, összeépítem, és hát megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez az autó közelebbről. We'll be right back.
bevezető óta már rengeteg idő eltelt, úgyhogy most már én is tudom, hogy hogyan fog kinézni a 2022-es McLaren, és hát nagyon látszik, hogy itt a Lego tényleg ilyen összvér megoldást alkalmazott, hiszen a festése egyértelműen még a 2021-es jegyeket idézi fel, sőt itt-ott még az aerodinamikán is látszik, hogy ez a 2021-es, viszont azért más jegyekben már föltűnik a 2022-es vonás, úgyhogy hát tényleg egy igazán furcsa modell lett ez. Először is szerintem kezdjük a száraz tényekkel. 1302 g-os összesen a versenyautónk, 65 cm hosszú, 13 cm magas és 27 cm széles, úgyhogy tényleg egy igazán impozáns kiállítási darabról van szó. Mivel ez egy kiállítási darab, ezért főleg a kinézetre mentek rá, és szerintem, hát hogyha formai rajongó valaki, akkor eléggé fogja kedvelni ezt a készletet is. Az összeépítési folyamat hát egy nagyon átlagos techniképítés volt, azért ne számítsunk annyira bonyolult összeépítésre, mint bármelyik szuperkárra, ugye a Sianra és társaira, esetleg nézzétek meg főn, hogyha még nem láttátok azokat a bemutatókat, szóval annyira durva építésre ne számítsatok, hiszen például ebben a készletben egyáltalán nincsen váltó, úgyhogy hát legalább egy olyan két és fél órányi építés itt azért meg van spórolva, hiszen nem kellett beleépíteni azt a nagyon bonyolult váltót. Ettől függetlenül tényleg így ránézésre határozottan jól néz ki a gépünk, viszont mint ahogy már az előbb is említettem nektek, nincsen annyira részletek így kidolgozva. Ezt inkább, hogyha valamihez tényleg hasonlítanom kellene, akkor a tavalyi Ferrarihoz, vagy a tavaly előtti, vagy két évvel ezelőtti Porsche RSR-hez tudnám hasonlítani. Kb. Azok is hasonló mértékben vannak kidolgozva, inkább kiállítási darabról van itt szó, mint ami ténylegesen bemutatja, hogy hogyan is működik egy Forma 1-es autó, de tényleg a színezete szerintem eszméletlenül el lett találva, hogyha azt nézzük, hogy a 2021-es vonalakat idézi fel, hiszen 2022-ben itt látjátok mellettem, hogy hogyan fog kinézni a McLaren, és hát nem igazán hasonlít annak a színére. Nyilván látszik az, hogy narancs és kék autóról van szó, de azért hát a szponzormatricák sem ugyanazok, a kék és a narancssárga arány is egy kicsit másmilyen, eleve az első szárny is egy kicsit más színű. Ettől függetlenül tényleg, hogyha valaki egy kicsit jobban benne van a Forma 1 világában, akkor szerintem eléggé fogja élvezni ezt a szettet is, de most már menjünk is bele a részleteibe. Először is szerintem kezdjük az orrkúp részénél, ami hát az én véleményem szerint a leggyengébb része ennek az egész autónak. Tényleg így jól néz ki, hogy így meg van alkotva ez az egész, sőt, hogy az első szárnyak is egészen jól le vannak modellezve, pláne azért, hogy van egy vadonatúj alkatrészünk is, és ezáltal itt ezeket az oldalsó kis elemeket egész szépen be tudta mutatni a Lego, viszont azért látható, hogy itt az oldalán olyan, mintha ilyen félkész modellről lenne szó, ezek a lukacsos részek tök jó lett volna, hogyha elletek volna valamivel fedve, vagy egy ilyen kis új Lego alkatrész vezetett volna be a Lego, amivel egy kicsit lebírták volna kerekíteni ezt a szélét. Ettől függetlenül ez, mondom, a leggyengébb része, ezek után csak pozitív részek fognak jönni, hiszen tényleg remek munkát végzett ezzel a készlettel is a Lego. Ahogy itt haladunk is, tovább elérkezünk az első futóműhöz, ahol már először is arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy mennyire szépen megoldották a futóműveket és a lengőkarokat, hogy itt ezekkel a nagyon kis vékony Lego elemekkel vannak megoldva, tényleg pontosan úgy néz ki, mint egy eredeti Forma 1-es autón, és hát természetesen már itt találkozunk is a 2022-es újdonsággal, hiszen 2022-től kezdve 18-szoros felnik találhatóak meg az autón, és hát már itt is azt mutatja be a Lego, hogy már a nagyobb kerekeket rakták rá, ezáltal pontosan itt található ez a kerékvédő is, ami egyébként pontosan úgy az a vadonatúj elem, amit már ott az orr részén is találtuk. Ahogy látjátok, a kerekünk oldalfala teljesen be van vonva azzal a Lego alkatrésszel, amire egy matricát kellett fölragasztani, van egy Pirelli P0 feliratunk, és látható, hogy ez egy kék színű matrica, tehát mindenki tudja, hogy ez egy esőgumi, és hát nagyon látszódik is a guminkon is, hogy egy esőgumiról van szó. Sajnos ez annak köszönhető, hogy a Legónak még ebben a pillanatban nincsenek slick gumiai, bár hogyha a későbbiekben is terveznek hasonló modelleket is, én nagyon imádkozok azért, hogy későbbiek egy évente vagy két évente ugyanúgy megjelennének Forma 1-es autó, akkor ideje lenne tényleg bevezetni azokat a slick gumikat, és akkor azzal még jobban autentikusabban néznek ki. Nekem annyira nagy problémám nincs ezzel, mint a kommentelők között, hiszen a Facebookon azért láttam, hogy rengeteg embernek volt kifogása ezzel szemben, hogy hát hogy néz már ki, hogy esőgumi került rá, de hát a valódi Forma 1-ben is vannak esőgumik, úgyhogy igazából egyáltalán nem tudom hibáztatni a Legót. Sajnos csak ez a gumiuk volt, jó lett volna, hogyha csinálnak hozzá újat, de gondolom nekik nem adtak ki valamiért a matek, és nem csináltak hozzá újat. Az már mondjuk egy más kérdés, hogy ha már megcsinálták ezeket az oldalsó
elemeket, vagy ezeket az oldalpaneleket, akkor azokat már hát eleve printelve kellett volna megoldani, hiszen egy kifejezett kiállítási darabról van szó, egy kifejezetten felnőttekkel készült készletről van szó, ezáltal hát a matricákat minimalizálni kellett volna, de természetesen az egész autókon a szponzor matricákkal vannak megoldva, szóval hát ismét ez a melyik ujjamat harapjam, a valódi versenyautó is tele van matricázva, úgyhogy hát most mondjuk azt, hogy ez itt ténylegesen nem olyan nagy probléma. Haladva tovább elérkezünk a kocsi szekrény részünkhöz, aminek egyből az elején találhatóak azok a beömlők, amik nagyon hasonlítanak az eredeti verziójára. Van néhány karbonpanel itt a tetején, egy McLaren feliratot is kapunk itt az oldalán, és hát végül el is érkezünk ide a felső részéhez, ahol találkozunk a Halo-val, ami hát lehetett volna sokkal kecsesebben is kivitelezni, viszont azt azért pozitívunként hozzátenném, hogy ha valakinek nem tetszik ez a része, igazából nekem olyan sok problémám nincsen vele, akkor igazán könnyen el lehet távolítani ezt az egészet, simán ki tudjuk húzni, és akkor egy ilyen hát régebbi Forma 1-es autó hatását kelti, úgyhogy valakinek nem tetszik, akkor simán el tudja távolítani. És valamilyen szinten el is kell távolítani, hiszen így tudunk hozzáférni az egyik játék funkcióhoz, hogyha fölemeljük ezt az első részét, akkor be tudunk nézni a pilóta fülkébe, ahol egy kormányművel találkozunk, és ez a kormánymű tényleg aktívan működő kormánymű, tehát nem csak egy ilyen kamu funkciót lát el, hogy úgy néz ki, mint egy kormány, hanem ténylegesen kormányként működik. Egyébként matricákkal is találkozunk rajta, és hát természetesen innen tudjuk kormányozni a gépünket, hogyha mozgatjuk a kormányt benn, akkor kint fognak mozogni is a kerekek. És hogyha már játékfunkciókról van szó, azért azt se felejtsük el, hogy a gépünkön természetesen aktív felfüggesztés is található, és itt ezt messze sokkal jobban oldotta meg a Lego, mint például azzal az említett Ferrari-val kapcsolatban, hogy ott annyira ki volt emelve az egész szerkezet, hogy egyáltalán nem volt versenyautó hatása, itt nagyon gyönyörűen hasal az aszfalton, tényleg látjátok, hogy mennyire lapos a szerkezet, és ennek ellenére még van rugóút elől is, és van rugóút hátul is. Bravo Lego! És ha már itt vagyunk a pilóta fülkénél, azért azt se felejtsük el, hogy természetesen visszapillantókkal is találkozunk a gépünkön, ami szerintem egészen jól néz ki rajta. Haladva tovább elérkezzünk a motor traktus részhez, aminek először is a felső része ez a kis beömlő nyílás, ez a roof scoop, aminek a tetején természetesen ugyanúgy, mint a valós verzióban, ott megtalálható az imitált kamera, és hát itt nagyon érdekesen látható egy ilyen kis kivágás az oldalán, ami pontosan arra szolgál, amire gondoltok, hogy meg tudjuk nézni, hogy hogyan is működik ez a V6-os motor benne, hiszen hogyha toljuk előre, vagy húzzuk hátra, akkor mozogni fognak benne a dugattyúk, és ez szerintem sokkal jobb megoldás Legoéktól, hogy így kivágták. Nyilván itt a valós verzióban nem találkozunk ilyennel, viszont így egy ilyen kis eye candy mindenki számára, hogy így be tudjuk mutatni, hogy hogyan is mozognak azok a dugattyúk. Szerintem tök jó lett volna, hogyha például a BMW-nél is bemutatták volna, a BMW motornál is bemutatták volna így. Ott el volt rejtve, ugyanígy meg volt csinálva, de soha nem fogjuk látni. Itt is össze kellett építeni, de legalább látjuk, hogy mi is zajlik a motor belsejében, és hát végül el is érkezünk a hátsó futómű részhez, ami hát ugyanúgy gyönyörűen megvan oldva ezekkel a lengőkarokkal. Nagyon jó, amikor ilyen részletekre is odafigyel a Lego, meg pláne azért, hogy vannak már ilyen alkatrészek is, amivel ilyen nagyon vékony details-eket, részleteket is be tud mutatni a Lego, és mint ahogy már az előbb is mutattam nektek, természetesen itt is található aktív felfüggesztés, tehát itt is tudjuk azért mozgatni a dolgokat, és hát végül elérkezünk a hátsó szárny részhez, ami hát szerintem inkább a 2021-es szárnyra hasonlít, mint a 2022-esre, de majd aki jobban ért hozzá, az nyilván meg fogja mondani a komment szekcióban, és a DRS-t is tudjuk itt állítani, bárcsak manuálisan, így a kezünkkel tudjuk mozgatni ezt a kis DRS részt. És végül nem utolsó sorban elérkezünk a leghátsó részéhez, ahol természetesen a féklápát is meg kellett építeni Lego alkatrészből, és hát így elérkezünk az egyik legnagyobb csalódás az ebben a készletben. Hogyha emlékeztek a heti Lego hírekre, külön ki is emeltem nektek, hiszen nekem is külön kiemelte a press release, hogy ebben a szedben bizony lesz egy diffi zár. Na most ebben a készletben egyáltalán nincsen diffizár, sőt, hogyha nem hisztek nekem, nézzetek fel a McLarennek a hivatalos oldalára, itt mellén belinkelem, vagy ide rakom ezt a kis képet, ott még mindig azt hirdeti, hogy ebben a készletben bizony diffizár lesz. Na most, hogyha megfordítom a gépet, látjátok, hogy differenciálmű természetesen található benne, mint általában az összes ilyen többi LEGO készletben is volt, vagy az összes ilyen LEGO készletben volt, viszont diffizár egyáltalán nincsen rákötve, úgyhogy hát nem tudom ki hibázott, de azért ez így elég egyszerű hiba. Összegezve srácok, ebből a készletből valami hihetetlen részletes Forma 1-es autót lehet összehozni. A modernkori Forma 1-es érának a legelső példányát láthatjuk itt előttünk. Régebben is nyilván voltak Forma 1-es autók technik verzióban, bár azok messze nem voltak ennyire részletesen kidolgozva. Úgyhogy ha valaki szereti a Forma 1-es témát, akkor annak messze menőkig tudom ajánlani ezt a készletet. Viszont hogyha ti Die Hard
Forma 1-es fanok vagytok, akkor tuti szemet fog szúrni nektek ez a rengeteg apró pici hiba, ami így a felületes szemlélőnek egyáltalán fel sem tűnik, hogy azért ez mégis a 2021-es szín rajta, mégis a 2022-es aerodinamikai elemekkel is találkozunk rajta, nagyobb felnik vannak rajta, úgyhogy igazából egy ilyen összfér szerkezet lett. Egyértelműen meg tudom érteni a Legót, hogy miért hozták ezt össze, hiszen a McLaren biztos nem mutatta meg nekik, hogy hogyan fog kinézni, hiszen szerintem amit még most bemutattak, még lehet, hogy az is változni fog, lehet, hogy cserélődni fognak például a szponzorok is, nem tudni előre, úgyhogy itt ismét olyan helyzetben volt a Lego, hogy melyik ujját harapja. Én azért erre a verzióra kihoztam volna egy ilyen klasszikus Forma 1-es vonalat, hogyha már tényleg nem tudták, hogy hogyan fog kinézni a vadonatúj autó, akkor egy-egyben megcsinálták volna a 2021-es verziót, vagy akár egy ilyen klasszik vonalat elindítottak volna, amit már az előbb is említettem nektek, hogy régi 2000-es évek elejei, vagy 90-es évekbeli Forma 1-es autóknak is meg lehetne építeni az ilyen verzióját, és akkor biztosan tudnák, hogy hogyan néz ki. Szerintem annak elég örülnének a fanok. Nos, srácok, hát ez volt a 42-141-es McLaren Forma 1-es autónak a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat tudjátok, ne felejtsétek el. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor légy szíves, nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Rengeteget tudtok vele segíteni, és hát a Legónak szeretném még egyszer megköszönni a támogatást. Nélkülük ez az adás nem jöhetett volna létre, pláne nem ennyire gyorsan. Addig is, srácok, jók legyetek, találkozunk a következő adásban, ami hamarosan fog érkezni. Szevasztok!